everything you want. Na hát, sziasztok! Újra itt az a helyzet, hogy ugye nemrég értem haza Krétáról, ott voltam a Coca-Cola-nak, ott voltam a Coca-Cola-nak a Boa Summer House-ban, ami... Igen, amiről az összes videót megnéztetek, ha egy picit visszamentek, tehát az előző blogok azok pont erről az egész hétről szóltak, ami egyébként rettetesen jó volt. Megmondom őszintén, hogy fura itthon lenni, illetve jó itthon lenni, mert mindent jó, de legjobb otthon. De egy pár hetet még maradtam volna, szóval azért nagyon jó volt tényleg. És mikor repülünk együtt? Mikor repülünk együtt? Igen. Ha anyukád mi enged, hogy felülj a repülőre velem. Te felmerné ülni a repülőre? Fel. De egyáltalán nem félsz tőle? Nem is repültél, még Panna még nem repült egyébként. De nem, egyáltalán nem félsz tőle semmi? Miért félni? Tényleg? Mit csináltam, hogy nem voltam itthon? Tegnap voltunk egy lovas fesztiválon, és kaptam egy igazi ostort, amire nagyon vágytam. Komolyan? Meg egy ilyen kis... Ja, mert csapkodtál engem. Igen. Jó, igen. Tök jó, hogy megkapta ezt az ostort. Tehát a helyzet az, hogy kint Görögországban, ugye a nemzetközi influencer találkozón, ott volt egy csomó influencer. Ezek lehettek youtuberek, voltak énekesek is, voltak bűvészek, stb. Stb. Na most a bűvész a lényeg, szóval ott volt kettő bűvész, várjál. Ott van, a bűvész nem adja oda a kártyáját soha, vagy nem, ja, de odaadja, ha odaadja, de még nem adtam oda, most még megy a varázslat. Szóval összebarátkoztam kettő emberrel kint, egyébként lesz az egész hétről majd egy összefoglaló videó Annával, most megint utánoz a húgom, azt csinálja, amit én csinálok, igen. Szóval lesz az egész hétről egy összefoglaló videó nem sokára, valószínűleg pénteken, és ott úgy elmesélek mindent. Viszont szereztem kettő új barátot, és mind a kettő bűvész, ez tényleg a véletlen. Az egyik az Egyesült Királyságból, tehát Angliából, a másik pedig Olaszországból jött. Mind a ketten mutatnak nekem trükköket. Van akinél bejön, van akinél nem, úgyhogy most ki akarom próbálni a húgomnál. Szóval ki akarom próbálni a húgomnál ezeket a trükköket. Panna, láttak ott? Kettő trükköt fog megmutatni a Pannának. Remélem, hogy átjön neki. Arra külön felismertek? Aj, Panna. Na figyelj! Nem ez még semmi, most csak úgy tettem varázsolni. Szóval, húz nekem egy kártyát. Húzz egyet, de nem mutasd meg, nekem nem mutasd meg. Jó, elfordulok. A kamerának mutasd meg. Te is jegyezd meg a színét a kártyának, a számát. Megvan? Jó. Tedd be közepére a paklinak, ráraktam. Alex-től kint, ugye Alex tudott, hogy az a olasz az a fiú. Igen, az olasz bűvész, akivel összeismerkedtem, akivel összebarátkoztam. Miért szól ide, hogy jadat? Tanult meg olyan trükköt tőle, hogy csettintek egyet ezzel a kezemmel, akkor egy kártya felfordul a pakliban. Tehát, látod, most le vannak fordulva, ha csettintek egyet, akkor felfordul. Mehet? Aha. Jó, felfordult. Figyelj, megkeressük, amíg fel van fordulva, jó? Izgulsz? Figyelj, op, ott van. Látod? Várjál, ne húzd ki. Ott van az ötös, látod? Igen. Ezeket félre rakom. Felfordult az ötös, ez volt az? Nem. Nem is mondtam, hogy ez volt az. Ugyanis az ötös a szerencse számom, Panna, ezt Alex-től tanultam. Szóval, ha ezt az ötös most én félre rakom, és innen elkezdek lefelé ötöt számolni, segíts nekem. Egy. Segíts. Kettő. Három. Így van. Négy. Akkor itt a kártyád. De ez hogy? Ez volt az? Igen. És ami a kezedben van kártya, az négy darab ác. Négy ugyanolyan alap. Na, hogy tetszik? Tanítsd rá! Dehogy tanítom, egy bűvész, egyetlen nagyon fontos dolgot Panna, egy bűvész soha nem árulja a titkait. Igaz, akkor, hogy nem vagyok bűvész. Akkor neked elárulták, de... Amúgy ebben van valami. Szóval, hogy egy bűvész nem árulja soha a titkait, akkor nekem hogy árulták el? Na hát az első trükkön túl vagyunk, van még egy trükköm neked, egyébként még több van, de most nem akarom leölni az összeset, most nem tudom neked a másikat. Nem vagyok ügyes a keverésben, mit nem mondja. Szóval elég szarul keverek. Meg akarod kelni, te is? Kevernek egy picit. Na, most az következik. Nem, ez szúnyog! Bármelyiket. Jó, nekem nem mutasd meg, a kamerának mutasd meg te jegyezd meg, hogy melyik volt az. Megvan? Meg. Jó, lefordítva. Jó, szóval. Igen. Itt van a kezemben. Apa. Belerak, így van.
arra kérlek, hogy most nem asztalonom akkor a kezemen, mert asztalon most nem látnátok, nem az asztalon a kezemen, kb. A felét, vagy ahogy érzed, emeld le a kártyapapír felét mondjuk, tedd le, és tedd rá. Úgy ügyes vagy, nagyon jó. Szóval most az következik, Panna, hogy elkezdem leszámolni a kártyákat. És most csak figyelj, elkezdem leszámolni a kártyákat. Elkezdem fölfújtani a kártyákat, és figyelj. Oké, szóval. Alapból most úgy menne a játék, úgy tanította meg az olasz rafkós bűvész barátom, hogy ha a következő kártya, amit felfordítok, akkor az a kártya lesz, amit te választottál, akkor meghívsz egy kávéra, vagy valami, most ilyet nem játszunk, akkor egyszerűen sikerült a trükk. Szóval, a következő kártya, amit felfordítok, az a tied lesz. Van rá esély szerinted? Szerintem van. Oké. Mit csinálsz? Ez volt az. Igen. Ezt nem nagyon értett a Panna, de tudja, hogy ez volt az egyébként. Az. Imádom ezt a trükket egyébként, mert ennek pont az a lényege, hogy akit éppen átversz, tök jó, hogy elmondom, az azt hiszi, hogy a következő kártyára gondolok, hogy amit felfordítok, az az övé, de ő tudja, hogy nem lehet ez az övé, mert az már le van rakva. És így 1 000 000%, hogy megnyerem a kávét, vagy a bármit, amit befogadtunk. Egyelőre 2 trükköt mutattam meg, megint utánoz. Egyelőre 2 trükköt mutattam meg, fogok még mutatni trükköket, de ezeket gyakorolnom kell, mert ott azért kicsit több kézügyesség kell. Szóval kösz, hogy utánzol, Panna. Mit? Holnap is érkezik egy videó Pannával, egy másfajta videó, úgyhogy ne felejtsetek itt lenni velem holnap is. Utána pedig Panna. Utána pedig 2 nap múlva vagyok hívva az RTL Klub reggeli című műsorában, úgyhogy ne felejtsetek el nézni. És holnap ugyanígy Pannával jelentkezem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ma is, holnap ugyanígy találkozunk. Sziasztok!